Tisztelt nézői, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy egy személyes közlést engedjek meg magamnak. Én a magam részéről a színművészeti pályafutást 1950-es évek legelején kezdtem. Hát kérném tisztelettel, akkor egész másképp működtek a színházak, mint manapság. Akkor kérem, az ember ugye úgy érezte, hogy a műkedvelőket nem államilag dotált alternatív művészeknek hívják, hanem ingyen játszó amatőröknek. Akkor kérem, az állam nem támogatta a színházakat, akkor eltartotta. Igaz, viszont cserében elvárta, hogy a színházak a szája íze szerinti politikai céljainak megfelelő műsort alakítsanak ki. Ekkor jött hát divatba, kérném tisztelettel, az úgynevezett szocialista-realista dráma típusa, amelynek az volt a fő jellegzetessége, hogy a nézők végig aludták az előadást, másrészt pedig az, hogy megjelent benne a pozitív hős, az új ember típusa, a borotvaéles eszű szakszervezeti bizalmi, a magas homlokú, elfű, előnyös külsejű pártitkár, akit ugyebár érnek jobbról balról, hogy még vacak kispolgári csábítások, de hát ők lerázzák magukról, mint a kutya a vizet, és mennek gyönyörű céljai felé. Hát a történelemből megtudtuk aztán, hova vezetett ez a cél. Na kérném szépen, engedjék meg, hogy ebből a színdarab fajtából, ebből az úgynevezett szocialista, realista, másképpen termelési drámából egy rövid kis részletet, afféle paródiát bemutassunk a kedves fiatal nézők számára tanulságképpen, kedves korosabb jelenlévőknek pedig nosztalgia igényei kielégítése véget. Színhely, kérném tisztelettel, a pártiroda időpont reggel 8:30 körül, a Szabadnét 15 után. Színen tartózkodik Rózsika, a bűbájos gépíró kisasszony, vagy nagy garral Beront, Rehák elvtárs, az ügybuzgó pártitkár. Jó reggelt, Rózsi! Szabadság, Rehák elvtárs! Hogy van, Rózsi? Ne párassza magát, nem érdekel, hogy van. Csak udvariasságból kérdeztem, mert nyakunkon ez a nyavajás nőnap. Lediktálom a holnapi spontán felszólalásom szövegét, maga leírja legépen két példány, indigó, fönt, pecsét, ahogy szoktuk, írja. Várj, ne sürgessem, a jó ég áldja meg, gondolkozok. Valami egész frappáns, szokatlan megszólítással akarom indítani a Dumát. Írja. Kedves elvtársak! Sak? Mi az, hogy sak? Örömmel csatlakozom az előttem felszólalóhoz. Lóhoz? Milyen lóhoz? Ja, hogy a végét izérjem. Ma, amikor az imperialisták, a Wall Street szőrös kezű urai, egy minden eddiginél szontatóbb harmadik atomvilágháború kirobbantásán spekulálnak. Kulálnak? Mit csinálnak? Jaj, végén. Mi sem maradhatunk szájtátják. Mondja Rózsi, miért van magának mindig olyan szaga, mintha karácsonyfa lenni. Rehák elvtárs, kérem, ez a legfinomabb fenyő illat. Polski Pínea! Nézze, Rózsi. Pínea ide, Pínea oda, és százszor megugattam magának, hogy itt nem drogéria, hanem pártiroda, igen. Rehák elvtárs, hogy zavarja. Igen, zavarja, hogy engem zavar, az nem számít, de fönt a kerületben. Már ott is szóltak, hogy nálunk dekadens szagok terjengenek a levegőben. Amikor diktálni tetszik a Rehák elvtársnak, mindig beletetszik szagolni a nyakamba, a hajamba. Nagyon téved, Rozália, csak érzékszervileg akarok meggyőződni arról, igazak a mendemondák. Rózsi, konstatálom, igen, igazak. Magának karácsonyfa szaga van. Hát tessék nézni, Polski Pínea, a vőlegényem hozta Smokovetről. De már szakítottunk. Azért? Mi az a kispolgári baromság? Ajaj, ezt a hülyeséget. Ez a főhúzója. Nem is jár. De mit kell csinálni ezzel a hülyeséggel? Ó, ezt testen kell érezni. Vigye innen a szagát. Az adna be, hogy valakit ránk is az ajtót, mikor magát szagúgatunk. Amikor legutóbb az utcabálon jártok a Szopornyicát? Mit jártunk?
állni, a kegyed megkébolyodott. Az, hogy a szopor, hát az egy sajt maga szerencsét. Talán paranyicát akart mondani a szájaskájával. Amikor legutóbb jártak a paranyicát, ugyan? Reálkertás kétszer is megcsókolt. Csókolt a kegyedet, az állami ítélet végrehajtva. Az nem csók volt, anyám, az puszi, hozzátartozik a népi tánc, az népi motivum. Tegnap előtt a kelitipály udvaron azt a bajuszos eltársát is megtetszett csókolni. Ebben is téved, mert régi mozgalmi szokás, hogy a harcba indulók ajkon csókolják egymást. De maguk nem harcba indultak, hanem a fehér ökörbe. Rózsi, az osztály azt nincs helyhez kötve, aztán mindenütt lehet izélni, ahogy hívják ott. Egyszer s mindenkorra legyen már vége ennek a maguk gusztustalan burzsóá kéjelgésüknek. Ami másra se jó, mint arra, hogy az embernek elaltassa az éberségét, és lelankassa a harci szellemét. Kapod valamit mondani? Mondjon, Rózsi. Reálkertárs egy nagy hólyag. Amit most mondott Rózsi, azt nem hallottam meg, ide figyeljen. Ma még csak Polszki Pínea. Jó, de vigyázzon ám, mert holnap már Coca-Cola. S holnap után meg a teljes behódolás az imperializmusnak. Tudja, mi a maga ártatlan külnye? Megmondom, a kapitalizmus szárát csinálója. Mosakodni szabad? Ébe-hóban azt is lehet. Mindent lehet, ami nem áll ellentétben a haladás érdekeiben, Rózsi. Rózsi, mit csinál ma este? Rózsi, ráérek reálkertársra. Pompás, pompás, Rózsi, akkor itt marad. Munka után, húha, az alaksori menzán. Kritika, önkritika estet tartunk. Én adom a bevezető előadást, melynek címe a tőkének igenis van szaga. Ott leszek feltétlenül. Rózsi, ezt magától el is várom. De nagyon kérem, a pineáját ne használjuk. Biztos úr, de jó, hogy itt van! Képzelje, ellopták a Mercedesemet! Akkor maga egy nagyon szerencsés ember. Én miért? Mert ellopták az autómat? Nem, eddig legalább Mercedes-el jár. Csináljon valamit! Gyönyörű, vadonatúj, ezüstmetál merci volt! És a kötelező biztosítás be volt fizetve? Persze, hogy be volt! Környezetvédelmi zöldkártya, rendben van? Igen, rendben volt! Hát a súlyadót lerúgtam? Lerúgtam, de miért fontos az egy ellopott autónál? Minden apró nyomra szükség lehet. De minek? Kérem, a nyomozás jelenlegi stádiumában nem adhatok bőve felvilágosítást. Minden lehetek messze? Sztereórádió is volt benne, meg bőrülések. Uram, ha odaléptem neki, 2-20-al ment. Hó, akkor azok már messzi lehet. Mert ezek odalépnek. Nekem elhiheti, nem először nyomozok ilyen ügy. Csináljon már valamit. Ne kapkodjunk, kérem, szeretettel, ne kapkodjunk. Hát hamar munka sose jó. Tehát. Maga az ügyvédje jelenléte nélkül nem köteles a kérdésémre válaszolni, de minden, amit mond, fölhasználható maga ellen. Meg vagyok értve, ugye? Kérem szépen, ellopták a Mercedes-emet! Ne bocsátkozzunk ismétlésekbe, mert értékes perceket veszítünk. Mondja, van remény? Az van. Látja, remény az van. Bár én ugyan ez idáig nem kaptam el egyetlen lopott autót sem, de a kapitány, na látja, a kapitány úr egyszer ott volt személyesen, ahol mesélték, hogy a sógora, édesapja, a harmad unokatestvére lányának a kisebbi középső fia rendőr. Na kérem, az egyszer majdnem lefülelt egy autótól vagy. Már épp csak annyi hiányzott hozzá, hogy rágyűjjön ki az. Nagyon szépen kérem, csináljon valami. No, hát a lakosság segítségét fogjuk kérni. Talán bemondják a tévében? Na, azt az én már gondolkodjon egy kicsit. Ha minden lopott autót bemondanának a tévében, nem jut már idő a pártok vetélkedőire. Hát akkor ott kérik a lakosság segítségét? Maga hol lakik? Én az Üllői út 42-ben. Helyes, tehát maga is egy lakos. Hát kérem, mi a maga segítségét fogjuk kérni. Ja, kérem, ne vacakoljon. Én nem értek az ilyen rendőrségi dolgokhoz. Nem ért, nem, ne röhögtessem, ha nem ért. Hát azt is, hogy az most számít. Hát az én jelenlegi parancsnokom az egy évvel ezelőtt még pátyon vezetett egy ribizli szakcsoportot. Ugyan már nem ért. Egy a fontos most.
akar segíteni, vagy nem akar segíteni. Hát persze, hogy akarok. Tudja, hogy mennyibe kerül egy ilyen gyönyörű vadonatúj ezüstmetál merci. Mit kell csinálnom? Na látja, ezt már szíves feladatom. Álljon szépen oda a hirdetőszlop mellé. Igen? És figyelj az itt elhalladó járművet. De sajnos nincs nálam a szemüvegem, az is bemaradt az ellopott mercédesben. Nyom egy árját, hányast? Két és feles. Na jó, nem bánom, akkor kölcsönadom az én szemüvegemet. Tessék, vegye föl. Köszönöm szépen. És igen, csinálunk egy próbát. Igen. Tehát maga most itt áll és figyel. Igen. De cefetül áll. Na hadd látom. Na hát ez még nem igazán cefet. Sarkad össze, fereget kijebb, gyomrod bejebb, tüdőt följebb. Ez az. Úgyni, most már lehet tekingetni körbes-körbe, meglátja. Remekül fog ez menni. Álljunk ám meg. Hát ennyire bamba képet ne vágjunk ám. Hát így az Isten sem mossa le magáról, hogy maga nem rendőr. Kérem szépen, én gyógyszervegyész vagyok. Nem baj. Mondja, van magánál valamilyen újság? Nincs, mindenem bemaradt az ellopott autóban. Jó, nem bánom, akkor kölcsönadom az én zsaru magazinomat. Tessék, jó, figyelje meg. Igen? Az átlók meccés pontjában van egy luk. Aha. Ezen tekingessen kifele. Nem árta, tudja, hogy a szerkezetet úgy hívják, hogy álca. Ebből is láthatja, milyen modern technikával dolgozik. Nem mondom, lehet, hogy eleinte problémákat fog okozni, hogy nem tud egyszerre nézni az összes szemivel, de később majd megtanul így egy irányba nézni. No kérem, kedves felesége, mikor tud jönni leváltani magát? Hát talán 5 óra után. Helyes, addig maga itt áll és figyel. Ha meglátja a körözött gépjárművet, eléugrik. Na és ha elgázol? Azt adja meg neki a mennybéli atya, úristen, hát akkor már rendőrséggel kerül szembe. Vegye úgy, hogy maga most itt hivatalos személy. Akkor gyorsan szolgálatba helyezem magam. Azaz, aztán nem elfelejteni. A körözött gépjármű rendszáma GLS624. Fehér 120-as Skoda. Bocsánat, nem Skoda, hanem Mercedes. A Mercedes most nem fontos, most a fehér Skoda fontos, amit tegnap dobtak el a kapitányság elől. És haza Skoda! Az enyém! Én nagyon szerettem volna reklámozni egy-két céget ma este. Azokat a cégeket, akik a színházat, hogy mondjam, éltetik, akikből mi élünk, akinek köszönhetjük azt, hogy itt egyáltalán függöny van, mert az állami támogatás olyan kevés, hogy székünk van, meg bársonyunk, de hát a szerkesztő azt mondta, hogy én egy cég nevét nem mondhatom be, pedig reggelig tudnám mondani, hogy például köszönjük a székeket, a vállalatnak, köszönjük szépen ezt a függönynek, de csak meg vagyunk cégnek. A televíziókat, amit mondanom, hogy csak a cégnek, szóval de nem mondhatom be. Önök azt hiszik, hogy ez az egész reklám, ez egy mai találmány. Nem, kérem. Ez nagyon-nagyon régi találmány. Most annyira régi, hogy miután mai jelenetet nem játszhatunk a reklámról, előszedtünk egy régi, kitűnő Lőrinc Miklós jelenetet. Nézzék meg, abban az időben, hogy nézett ki a reklám, nekem ez a kedvenc jelenetem. Nem befolyásolom önöket. Gyere, Tercsi, terítünk, gyere! Most húzd ki magad? Jó napot kívánok! Napot, mit tetszni? Miért jön be egy ember egy étterembe? Várjon, mindjárt kitalálom. Szabad a gazda. Uram, hát ebéddel is szeretnék. Ebéd? Miért tudtasi helyet? Tessék, parancsolni, kérem. Kaphatnék egy étlapot? Hogyne! Pardon. Jaj, mondja, mi ez a borjújava slusz? Az, hogy slusz elfogyott. Hogy elfogyott? Hát még nincs 12 óra. Még a múlt héten fogyott el. Uram, ebédelni szeretnék. Mondja valami, jó marhájuk van. Van, kérem, az van. A konyhafő. Uram, mondom, ebédelni szeretnék. Savanyú tojásleves van. Van, de önnek nem ajánlom. Miért nem? Mert savanyú. Széltoztasik át böngészni az étlapot, addig hozok önnek egy kitűnő marha húsleves. És ha én nem akarok marha húsleves tenni? Akkor is azt hozok, de más nincsen. Megérdemlem, 3 étterem van ebben az utcában, nekem meg ide kell bejönnöm. Ó. Azt kell érnem. Jó.
Pardon. Tessék. Pardon, ez a leves, mert jó, hogy csábítóan gőzölök az ön tányérjában. Eredeti Jupiter edényben készült a cég, alapítatott 1871-ben. Pardon, ez a hús, amelyet ön levesébe főd. Safra nektéle marhahús, a cég alapítatott 1912. május 23. Telefon 841-325. Boldog az a marha, akinek húsát a safranek szabja. De boldogtalan az a marha, aki bejön ide ebéden. Uram, mi folyik itt? Nem haladunk a korral. A reklám a lelke az üzleti életnek. Reklám itt, reklámot, reklám mindenit. A uraságot kinti az újságot, mit látsz? Reklámot. Ha felnéz az égre, mire néz? Reklámra. Kilép az utcára, mire néz? Reklámra. Kérem, nem akarunk lemaradni a versenyben. Uram, teszek a reklámjára. Ebédelni szeretném, mert sietek. A siet uraságot csak is Royal autóval közlekedjék egy órára, három pengő gyorsabban megy, mint a mentő. De nem akarok kocsit bérelni, ebédelni szeretni, mert sietek. Tessék, kiüljön a szegény! Nem akarja, hogy kiüljön a leves a shanghai termoszba, tegye be a shanghai termosz, megőrzi az étel hőfokát, ízét, zavatát, a legjobb a shanghai termosz. Ne, hagyd abba, mert megőrülök. Mi volt ez a jelmegyógyintézet ide három megállónyira? Hideg-meleg kényszerzubba nyomas csudai hó, hogy játéknak meg kapható a gumidominó. Hallgass, mert lelőlek! Lőcsebekre apácot! Nem lőcsebe, lőcsebe, apáca raktapa széltül. Hallgass, mert hulla vagy! Koporsót Endreinél, Endrei koporsói az örökké valóságig tartanak. Endrei koporsóba zárva az örök nyugalom garantálva, megőrültek a szerencsétlen, még lelő. Én is haladok a korral, használjam vezúpisztolyt, gyors és biztosan célba talál! Jaj! A rántor a rúd halál, gyászjelentés Ludányinál.